ahogy emelkedik a hőmérséklet, hogy a halálozási arány is meg fog emelkedni. Az emberi szervezet nincsen hozzászokva. Ha nem tudunk közösen, globális módon együttműködni, akkor menthetetlenek vagyunk. Pár hónappal ezelőtt két barátommal együtt eldöntöttük, hogy utána járunk, hogyan érinti Magyarországot a klímaváltozás. Mikor elkezdtük a szárazságról szóló film forgatását, nem gondoltuk, hogy egy ennyire súlyos problémával lesz dolgunk. Az IPCC, azaz az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete egy olyan független szervezet, ami a világ vezető tudósai segítségével megbízható, hiteles és tudományosan megalapozott információkat ad a klímaváltozásról nekünk és a világ döntéshozóinak. A 2021-es jelentésükben Magyarország kapcsán a szárazságon túl a hőhullámokat nevezték meg az egyik legdurvább következménynek. A hihetetlenül magas hőmérséklet a világ számos pontján okoz komoly kihívást, de az elmúlt időszakban már mi is a saját bőrünkön érezhetjük a hatásait. Hogy mik is azok a hőhullámok pontosan? A hőhullámok alapvetően olyan események, amelyek általában anticiklonok esetében fordul elő, ami azt jelenti, hogy ezek ilyen szárazabb leszállalékmozgást produkáló időjárási képződmények, és ezáltal sok napsugárzás érkezik a Földre, és így felmelegszik a terület is. A megfigyelések az elmúlt 50 évben azt mutatják, hogy növekszik ezeknek a száma. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden évben folyamatosan nő a hőhullámos napok száma. Ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 50 évben fokozatosan nő a hőhullámok gyakorisága. Városvidék között tehető különbség? Tehát, hogy mennyire érezhetőek a hatásai? Igen, természetesen nagyvárosokat jobban érinti ez, hiszen ott van egy extra úgynevezett városi hőszigert hatás is. Ez azt jelenti, hogy például a betonnal beépített városi területek, ahelyett, hogy visszavernék, elnyelik a napsugárzást, és megtartják a hőt, ezzel gyakorlatilag fűtik az amúgy is meleg levegőt. Most érkeztünk meg Szegedre, egy óra múlt pár perccel, és itt 36 fok van, ami még csak nem is a napi maximum, mert egy óra múlva már 37-38 is lehet. Szerda van, ez a hőhullám második napja, Budapesten leszünk. Most volt 9 óra pár perccel, és 29 fok van. 11:30 van, vagyok most a Moszkva téren, és 32 fok van jelenleg. Most 13:30 van, és a telefonom szerint 34 fok van. Csütörtök van ma, és az előrejelzések szerint ez lesz egyik legmelegebb nap a mostani hőhullám alatt. Hét óra van, itt vagyunk Jászboldogházán, és még mindig 30 fok fölött van a hőmérséklet. De azért jöttünk, mert a Tápió folyó az elmúlt két napban úgy, ahogy van, kiszáradt. Most a szárazság egy picit más téma, de ezek mind összefüggenek. Tehát nem lehet az egyikről a másik nélkül beszélni. Az, hogy nem érkezik csapadék, az egy dolog, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy a elképesztően magas, folyamatos nyári átlaghőmérséklet miatt az a kevés csapadék is brutál gyorsan elpárolog. Mi vagyunk az okozói ennek, egyértelműen ezt meg is vizsgáltuk. Vizsgáltuk olyan modelleket is, amely figyelembe vett az ember szerepét is,
ami azt jelenti, hogy az ember által hozzáadott extra üvegházgáz kibocsátásokat is hozzávettük. És akkor így vizsgáltunk összesen 9 szimulációt, és 8 esetben kaptuk csak úgy meg azokat a megfigyelt változásokat hazánkra, ha figyelembe vettük az ember okozta extra üvegházgáz kibocsátást. És mi vagyunk a legnagyobb elszenvedő is. Különösen az egészségügyben okoz komoly problémákat. Ugye a hőhullámoknak az időtartama is növekszik. Az idén ugye a 4 hőhullámból az egyik 8 napig tartott, a másik 7 napig, és utána volt 2-3 napos, augusztusban 2-3 napos hőhullámunk volt, ez összesen 21 nap. Első ilyen harmadfokú riasztás 2007-ben történt, amikor először volt 10 napos hőhullám. Azt hittük, hogy hát ez egy extrém dolog, és hogy nem túl sokszor fogunk ezzel találkozni. És most például az idén csak harmadfokú riasztás volt. Kik a legérintettebbek? Hát a hőmérséklet növekedését mindenki nehezen viseli. De akinek van valamilyen alapbetegsége, az sokkal nehezebben tud védekezni. Ilyenek például az idősek, a szív- és érrendszeri betegek, a túlsúlyosak, vagy azok, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Ahogy bedől a hőhullám, úgy az már azon a napon megnövekszik a halálozás, és nem csak a nagyon súlyos betegek halnak meg, hanem olyanok is meghalnak, akik gyakorlatilag hőhullám nélkül még tovább élhettek volna. Statisztikai adatok támasztják alá, hogy ezek a balesetbekövetkezésnek a valószínűsége, a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kockázata mennyivel nő egy-egy adott ilyen napon, attól függően, hogy a hőmérséklet mennyivel emelkedik, mennyivel több riasztás van például az országos mentőszolgálatnál. Amikor extrém meleg van egy területen, akkor ott a hőkímérüléses esetek, meg nagyon ritkán, de azért a hőguta is megjelenik, tehát ezek gyakrabban vannak. Nekünk az egészségügyben pedig erre kell készülnünk, hogy ezekben az időszakokban ezek a betegek megjelennek, és el kell tudnunk látni őket. Jelenlegi többlethalálozáshoz képest 180%-kal fog megnövekedni a többlethalálozás. Hőhullámok kérdés, ez leginkább a városokban kezelhető és oldható meg a leglátványosabban. Úgyhogy most megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi az, amit Budapesten tesznek és a jövőben tehetnek azért, hogy az egyre durvább hőhullámok ellen védekezzünk, és megpróbáljuk azoknak egyáltalán a gyakoriságát csökkenteni valahogy. Ami a hosszabb távú, meg hangsúlyosabb feladatunk, az az, hogy úgy alakítsuk ki az infrastruktúrákat, hogy azok a lehető legjobban biztosítsák a jövőben is, hogy ellenállóbbak tudunk lenni. Az egyik ilyen eszköz az úgynevezett kék-zöld infrastruktúra tervezés. Hogy mi is ez pontosan? Kék-zöld infrastruktúra alatt ugye a zöld felületi rendszer, tehát azoknak annak az összefüggő hálózatát értjük, kék infrastruktúra alatt pedig a víz folyások, öntöző csatornák vagy csapadék elvezető árkok rendszerét érthetjük. Ahol jól működik, ott ugye a pároloktatás révén ennek van egyfajta hűsítő hatása, tehát hogy egy pár fokot enyhít a hőhullámoknak kitett területek hőmérsékletén. Ezért fontos az, hogy minél nagyobb felületet érjenek el ezek az úgymond infrastruktúrák. Paradigmaváltás kell, hogy legyen a tervezőknél, hogy nem empirikus adatokra támaszkodva gondolkozzanak és alakítsanak ki terveket, hanem egy ilyen bizonytalan jövőben kell gondolkozni. És hogy milyen eszközeink vannak, amikkel csökkenteni tudjuk a hőhullámok hatásait? Viszonylag kézenfekvő megoldása nyilván az árnyékolás, tehát maguknak, a ház falaknak az árnyékolása is nagyon fontos. Ennek vannak természetes megoldásai. Ugye, hogyha fákat ültetünk bizonyos épületek elé, akkor az nyáron a lombkorona az gyakorlatilag egyfajta árnyékolást nyújt. A másik mesterséges megoldás, amit mediterrán országokban szoktunk látni, ponyva vagy valami fajta kifeszített
textília, amivel lehet szabályozni a házfalra eső hőmennyiséget, és ezáltal csökkenteni a belül a felmelegedést. A zöld tetők alkalmazása az egyértelműen az épületen belül is pár fokot jelent, tehát pár fokkal kevesebb, alacsonyabb hőmérséklet van, mint olyan épületben, ahol ez nincsen, illetve a zöld tető párologtatása is hozzájárul ahhoz, hogy hűtse a környezetét, tehát magyarul kicsit ellen hat a hősziget hatásnak. Világosabb felszínek, azok szintén visszaverik a napsugárzás, ami ugye meleget okozza, tehát ezzel is tudunk védekezni, hogyha kicsit sötétebbről a világosabb felé építjük a környezetünket például. A szigetelés nem csak télen fontos, hanem a nyári felmelegedés ellen is kiválóan véd. Tudunk mesterséges módon alkalmazkodni viszonylag könnyen, kis befektetéssel, például klímákat telepítünk. Ezt egyre inkább alkalmazzák hazánkban is, ami szerintem kontraproduktív, hiszen például amíg én lehűtöm a lakásomat, addig a közvetlen környezetemet, például a gangot, azt meg fűtöm. Arra törekednénk, hogy megőrizzük akár a városon belül is azokat a területeket, amik parkosítottak, ahol fák vannak, mert ezek eszméletlen mértékben csökkentik a hőhullámok kockázatát. Ha abban gondolkodunk, hogy meglévő infrastruktúrákhoz, burkolatokhoz, nem tudom, lefektetett kábelekhez és csatornákhoz kell hozzányúlni, az drága. Nyilván egy zöld mezőbe fejleszteni, az, hogy egy picit módosítok, az amúgy is valamiről szóló beruházási koncepción, az egy könnyebb dolog. Ugyanakkor mondjuk egy fát elültetni, vagy zöld felületet létesíteni, és azt fenntartani, az azért olcsóbb, mint egy szürke infrastruktúrával, meg gépészettel ugyanezt. Tehát, hogy ha a teljes életciklust nézem, akkor azért valószínűleg inkább a zöld fele hajlik vagy billen a mérleg nyelve. A legnagyobb mértékű zöld felület csökkenés Budapesten az a magánterületeken történt, tehát ott nőtt a, nem tudom, behajtóút leburkolása, új épület építése, garázs létesítés, stb. Mi is részei vagyunk tehát a problémának és a megoldásnak is. Az egyéni kibocsátásunk csökkentése mellett rendszer szintű átállásra van szükség. Az a fejlődés, amin az elmúlt évtizedekben végigment a megújuló technológia, és számos technológiát ismerünk ezen a területen, az egy nagyon-nagyon komoly változás. A napenergia az az egyik robbanásszerű fejlődésen átment technológia, nagyon komoly hatékonyságnövekedést ért el, tehát gyakorlatilag veri a paksi atomerőműből érkező áramot. A megoldás adott, már csak cselekedni kellene. Az USA, a Kína és az Európai Unió az áram legnagyobb kibocsátó jelenleg a Földön. Hogyha ezek nem fognak össze és nem veszik vissza a kibocsátásokat, akkor az én kis visszalépésem nem fog semmit jelni. Jó lenne, hogyha a hosszú távú megoldásként inkább arra fókuszálnánk, hogy a szén-dioxid kibocsátás visszafogásával, az egyéb gazdasági tevékenységek megfelelő irányba terelésével ezeket a kockázatokat hosszú távon csökkentenénk. Tehát minél többen élünk városban, annál nagyobb a városoknak a kibocsátása, és a mi hozzájárulásunk a globális klímaváltozáshoz az elkezd hatványozódni. Tehát ezért kell a városainkat minél hamarabb egy sokkal alacsonyabb kibocsátási szintre átállítani, és hát nyilván 30-ra, 40-re, 50-re meg kell próbálni ezt zéróra csökkenteni. A jelenlegi kibocsátási szintek azok a jövőbeli pessimista forrótöknek felelnek meg. Tehát még nem látszódik az, hogy ezeket visszafognák. Nagyon rossz szenárió, ugye az nagyon fenyegető. Azt szerint itt a Kárpát-medencében az átlaghőmérséklet 5 fokkal fog növekedni. Ez a fajta bizonytalanság, ez egy óriási kihívás, amit nem tudom, hogy a különböző, külön működő rendszerek és csoportok meg fognak-e tudni ugrani. Azt gondolom, hogy mind az állami, az önkormányzati, mind pedig a lakosság egyéni felelősségvállalásán és tudatosságán is múlik az, hogy a jövőben ezeket a helyzeteket hogy tudjuk kezelni. Nem szabad feladni, nekünk sem a
ezt az aktivitást. De ha mi nem csináljuk ezt, akkor senki nem fogja.